Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. A Puskás Akadémiának déjà vu érzése lehet, hiszen a felcsútiak múlt héten is a forduló nyitó meccsét játszották, ahogy ezt ezúttal is teszik. Nézzük azonban most a Puskás támadását. Korbu vissza ki Levinek, Levi a bal lábán a labda, és elmegy keresztbe a kapu előtt. Kovács Marcell rávetődött erre, ennek ellenére ebből majdnem gólt kaptak. Brandon csúsztatja meg, az jó lehet még. Gruber tolja meg magának a labdát, Gruber nagyon gyors, próbálják lerántani. Ez egészen biztosan Lapjovicsicsnek, és egy szabad rúgás a Puskás Akadémiának. Sárga lap. Érzésem szerint ez Szojszáló akár még direktbe is megpróbálhatja. Szojszáló meg is próbálja, és egy nagy védés Kovács Marcelltől. Nagy Zsolt. Nagyon szépen lépett oda Csipetics, és sodort el a labdát végül. De eladják. Levi. Levi lövi el messziről, kapufa! Szojszáló. Szojszáló még, bent a 16-oson belül, Levi sarokkal, nagy, és mellé. Korbu vele szemben, Kamaj újabb csel, megint jön a beadását a hosszúra. A kipattanó még ez így a Várdáé lehet. Csipetics messziről, és egy jó Markek védés. Navratil, de szépen fordult le, ketten kísérik bent középen az akciót, és majdnem öngól lett belőle. Szojszáló tehát. Óriási hiba, golla húzódik előre, az ő fejes góljával vezet a Puskás, az óriási hibát pedig arra értettem, hogy Kovács Marcell, nem értettem, hogy mit akar csinálni. Nézzük Kovácsot, elindul, alászalad, visszatáncol, gól. Egy ilyen félkörívet, egy C alakot leírt a mozgásával, ebben azért én azt gondolom, hogy egy picit ő is benne van. Az oké, hogy a hosszú oldalon teljesen üresen jön golla, de hát nagyon bizonytalan volt Kovács Marcellnek is a mozgása. Szojszáló mellett. Kamaj visszateszi a bal lábára. Kamaj bent a 16-oson belül. Ez a csel is jó. Kamaj még! Ú, de szép volt ez. Ott a kipattanó. Megint levágódik a labda. Szojszáló nem találja el. Plüsek fut tovább az akcióval, de jön Levi is második hullámban. Koli átveszi a labdát, és buktatják. Mégpedig a 16-oson kívül sárga lapot érően szabadrugás, sőt piros második sárgával Jovicsics áll ki. Szóval egy kritikus 10 perc következik most. Mind a két csapat életében, csak nyilván ellentétes előjellel. Kamaj perdít mellé! És hiába volt eddig jó a mérlege a Pancho Arénában a Kisvárdának. Most vesztésre állnak. Kamaj. Ott a csúsztatott fejes, és ez is mellé megy. Lippai. Alics. Kamaj. Vissza Alicsnak. Jön az ívelés, érkeznek többen, és ez is fölé. És nézzük Csipeticset, jön az ívelés, Makovszki mellé. Egy félfordulatos kapáslövés, ez is kimarad.